A Magyar Művészeti Akadémia ma adta át a tagozati díjakat, 9 tagozatnak a díját, melyet két-két ember kapott meg. Nagyon fontos az, hogy a Magyar Művészeti Akadémia egyértelműen deklarálja az értéket, mit tart követendőnek, mi az a művészi tevékenység, amely lefedi az egész Kárpát-medencét, hisz itt a díjazottak egy része határon túli munkássággal büszkélkedhet, és nem is akármilyen munkássággal. 30 éve dolgozom benne a szakmában, és van egyfajta, úgymond nagyképű szóval élve munkásság a hátam mögött, és én úgy látom, hogy ezt az akadémia méltatta, és ez nagyon jól esik nekem. Ez a Bogányi zongora tulajdonképpen, jó magam vagyok a forma tervezője, de igazából egy kis csapat áll mögötte. A formája mellett a hangjával is bizonyítja, hogy egy fantasztikusan jó hangszer. Egyszerűen megrendítő és felemelő az, hogy Erdélyi Zsuzsanna díjat kaptam. Azért, mert a díj névadója a mindennapi életünk része. Az édesanyám temetésén, amikor őt temettük most már 7 évvel ezelőtt, akkor azokat az imákat is mondtuk, amiket az Erdélyi Zsuzsanna néni kötetéből kerestünk ki. És most a Búzászemiskola mindennapjaiban benne vannak az ő általa gyűjtött imák.